beavató ünnepséget tartott a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli régiójának központja a Győr plázában. A bevásárló központban 5 éve működik sikeresen a Színes tér klubhely, csütörtöktől pedig már egy felújított részen fogadja az érdeklődőket. Elsősorban a fiatalokat, a program ugyanis a 12 és 25 év közötti korosztályt célozza meg, akik a szenvedélybetegségek okán leginkább veszélyeztetettek. Nekik kínál igényes kikapcsolódási lehetőséget a Színes tér. Ez egy bűnmegelőzési programnak indult, kifejezetten pláza programnak. A csellengő fiatalokat szerettük volna elsősorban kortárs segítőkkel motiválni a helyes viselkedésre, hiszen nagyon fontos, hogy amilyennek neveljük a fiatalokat, olyan lesz a mi öregkorunk. Bebizonyosult, hogy van létjogosultsága, illetve nagyon-nagyon fontos és szükséges, hogy tovább tudjuk ezt a feladatot tulajdonképpen itt helyileg vinni. A klub felvilágosító szolgáltatásokkal, konzultációval és tanácsadással, életvezetési segítségnyújtással, valamint klubszerű foglalkozásokkal is várja az érintetteket. Attól jó és attól erős Győrben a szociális ellátórendszer, hogy minden szereplőjét fontosnak tartjuk, hogy minden szereplőjét támogatjuk, hogy minden szereplője megtalálhassa azt a helyet, ahol ő a legjobb tudásának megfelelően tud működni. És ezek a különböző feladatok összessége az együttműködés kapcsán teremti meg azt az ellátórendszert, ami nagy segítséget tud nyújtani ebben az esetben éppen a fiataloknak. Nyerjék el egykor a mennyben a nekik készített jutalmat, Krisztus, ami Urunk által. Az új klubhelyiséget Brezina Balázs áldotta meg. Tavaly közel 4000 alkalommal vette igénybe az ifjúság a szolgáltatásokat. Remélhetőleg a felújított klubban ez a szám csak tovább emelkedik a jövőben.